Lovaglással indította a napot és zárta Fejérvár megyei látogatását Novák Katalin. A köztársasági elnök Tabajdon egy nagy családot látogatott meg, akik a fővároshoz közel mégis tanyasi életet élnek. A család gyermekeket nevel, lovakat tenyészt, csirkéket, juhokat tart. A lovaglásban Jármi Vince, a fiatal tehetséges versenyző volt Novák Katalin partnere. A Hangzó Helikon hangos könyv sorozat adta az ötletet a Hangzó Helikon fesztivál megszervezéséhez, amelyet első alkalommal tartottak meg Kápolnásnyéken. A Halász Gedeon rendezvényközpontban a délelőtt a gyerekeké volt, hiszen színpadra lépett például a Kaláka együttes, és az udvaron népi játszó is várta őket. A rendezvény célja a magyar kultúra megőrzése és fejlesztése, mondta a kulturális és technológiai miniszter, aki maga is részt vett a fesztiválon. A belépőkből befolyt összeggel a Magyar Kodály Társaságot támogatják. Kápolnásnyék szimbolikus hely magyar kultúrában, hiszen itt született Vörös Marti Mihály. A Hangzó Helikon sorozat, ami ugye a koncertnek vagy a fesztiválnak is az elnevezése, az pedig pontosan arról szól, hogy hogy lehet magyar költőknek a műveit kiváló zenészekkel, zenekarokkal népszerűbbé tenni. És már a gyerekkorban el kell kezdenünk. Épp test, épp lélek. Az egészségfejlesztési iroda Székesfehérváron rendkívül fontos feladatot lát el. Nem volt ez másként azon a szűrőnapon sem, amelyet az Alsóvárosi Közösségi Házban rendeztek meg. Mészáros Attila, a választókerület önkormányzati képviselője örömének adott hangot, hogy a székesfehérvári polgárok egyre többet törődnek egészségükkel és jelennek meg a szűréseken. Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok megerősítette, tovább folytatódik a prevenciós program, amely segít abban, hogy az egészségmegőrzés természetes legyen minden város lakó számára. Ezen a napon az egészségfejlesztési iroda munkatársai segítségével az EKG, a kardiológia, a melanoma szűrés, a test összetételmérés, a bokakarindex és a csontsűrűség mérés került fókuszba. A fiatalabb korosztály is képviselteti magát most már ezeken a szűrővizsgálatokon, tehát azok, akik aktívan dolgoznak, hétvégén van idejük, sokan jönnek családostól. Ez a helyszín, ez mondjuk kimondottan izgalmas is lehet ilyen szempontból, mert amíg a gyerekek nézelődnek a madarak körül, vagy valami kis információt hallhatnak a programokról, a Vadmadár Kórház programjairól, addig a szülők szürethetik magukat, és ez egy nagyon-nagyon jó helyzet. Ebben az esztendőben is megrendezte kiállítását a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete. A Vokéban több mint 300 egzotikus madarat tekinthetnek meg az érdeklődők egészen vasárnap estig. Bemutatkoznak azok a tenyésztők, akik főként egzotikus madarak tartásával, illetve a hobbi állattenyészet tradicionális szárnyasok és vadon élő madarak tartásával foglalkoznak, érintve a világ minden táját. Ami eddig még nem volt és újdonság, hogy idén hoztak először díszfűrjeket is, tehát ilyen kaliforniai copos fűr, virginiai fűr, amik eddig még nem voltak, illetve szövőmadarakat, amiket szintén elég ritkán lehet látni kiállításokon. Székesfehérváron folytatódott a Magyar Tenisz Szövetség által szervezett Kinder Családi Nap, amelynek a Bregyó Teniszklub adott otthont. A nagy érdeklődéssel várt eseményt Csepalkovics András polgármester nyitotta meg, aki maga is nagy teniszrajongó. A városvezető köszöntőjében megerősítette, a tenisz egy olyan fontos közösségfejlesztő sportág, amely minden korosztály számára különleges élményt nyújthat. Sütő Csilla, a Magyar Tenisz Szövetség főtitkára úgy fogalmazott, egy ilyen népszerűsítő rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy minden korosztály megmérettesse magát és megszeresse ezt a játékot. Kiemelte célunk a Magyar Tenisz Szövetségnek, hogy a gyerekkel teniszt, az utánpótlást teniszt támogassa, ezért is nagyon fontos számunkra ez a rendezvény, és igyekszünk minél több gyerekrendezvényt, utánpótlás és a teniszt népszerűsítő rendezvényeket vidékre vinni. Minél többen ismerhessék meg a sportágat, minél többen játszanak, és nagyon fontos, a kísérő szülők vagy a kísérők, a testvérek is bekapcsolódhassanak a játékba.